Itt a Dioji Titan S 2 látjátok, ami egy nagyon szép kis telefon, 4,5 inch-el, amit le is tudunk ejteni, 60 ezer forintért, nem is olyan drága, a Pink Digitálnak kapható, és nagyon szép bőrhátsó lappal is, és nem csak rugged, vagyis le lehet ejteni, hanem igazából még azt is lehet csinálni, úszni vele, menni, mivel egy IP67 certifikációja is van, ami azt jelenti, hogy ha bezoljuk a tetét, vagy éppen nem töltjük, vagy nem használjuk a felgatót a tetén, akkor akár úszni is tényleg tudunk vele menni. Itt látjuk, hogy még van egy plusz-minusz gomba az oldalán, amivel majd persze tudjuk a hangerőt szabályozni, és a másik oldalt még van egy kameragomba, egy kis bekapcsolás is, amit tudunk majd a kis bekapcsolásra persze használni. De szerencsére itt az Android gombok az egészen kívül vannak, de igazából Lollipop-pal itt az egész nagyon gyorsan működik. 1 GB RAM, 8 GB belső tárhely, 64 GB microSD tudunk maximálisan belerakni, hogyha leveszünk a hátulját, ahol egy nagyon nagy elemet is találunk, 4000 mAh-rel, akár két napot is simán lehetünk ezzel a készlékkel itt boldogulni, hogyha tényleg aktívan használjuk. Persze nem olyan vékony, nem olyan könnyű a termék, de nagyon szép a kijelző, ahhoz képest, hogy csak egy QHD 960x540 pixeles felbontása van, 4,5 inch-el. Lássuk azokat a kamerákat, amit említettem, 5 megapixel elől, 8 megapixel hátul, szerintem elég jó a minőség, itt megnézzük a hátsó kamerát, itt látjuk majd, hogy most éppen egy kábel van előtte, de nem is annyira vészes, itt látjuk, hogy ez persze itt nagy lehet fokuszálni, nem kell választani, mit szeretnénk lefotózni és akár zoomolni is, itt egy kicsit mivel hogy nagy felbontású a kamera, és hogyha megfordítjuk az egészet, akkor majd azt is látjuk, hogy az első kamera és 5 megapixellel sajnos nincs autofókusz, de itt is elég szép videót tudunk majd, vagy fotót tudunk majd készíteni, hogyha akarunk. Még röviden összehasonlítva az új Samsung Galaxy S6-tal is, ahogy látjuk, méretben igazából hasonló, persze itt még egy tokot is kéne rárakni, hogy vízhatlan legyen, meg minden más is, és ezért persze vékonyabb, meg a aksis is majdnem fel olyan nagy a Samsungnak, úgyhogy nem bírna egyáltalán olyan sokáig, mint a Dioji Titan S2, és ugyanúgy az iPhone 6-tal az ugyanez a helyzet, méret, ugyanolyan méretű persze kamerában, meg hasonlóban egy kicsivel jobb, meg sokkal drágább, 3x-4x annyiba kerül, de vastagságra persze itt is megint vékonyabb, de külön tokkal majd ugyanolyan vastag lenne szinte, és lehet, hogy már nem lehetne olyan jól használni. Köszönöm, hogy néztetek, nevem Gábor Lázsa, Tech2-től legközelebbi, ne felejtsetek benézni a weboldalunkon, és feliratkozni is a YouTube csatornánkra, legközelebbi Gita veletek 2015-ről.